Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. And I go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Nagyon csinosak a lányok, öt fantasztikus ruhadarabot láthatunk, meg persze fantasztikus hölgyet is, és mi is megpróbáltunk egy kicsit hozzájuk így idomulni, felvettünk ezt azt egy-két retro darabot, mert hogy most a retro ruhadarabokról és retro farsangról fogunk beszélgetni, Rögt Ceciliával és Varga Tímeával, mindketten divattervezők, iparművészek. Szép jó reggelt kívánunk, nincs olyan nap alatt. Ez egy közhelyes mondás, de ez szerint igaz. Igen, hát ezek már ismert darabok, mondjuk a részünkről is, mert azért ez már a 70-es, 80-as években is divat, de azért a 50-es, 60-as éveket is ide soroljátok. Pontosan. Mi jellemzi azért ezeket a ruhákat? Napjainkban igazából nem beszélünk egy egységes korstílusról már, trendekről van szó, ami évszakonként egyébként változik, de ezeket a ruhákat, főleg a harsány színek, a kontrasztok jellemzik, nyomott minták, a pöttyös, csíkos, kockás, különböző... Ide nézzetek rám, csak azért, mert ide mutat a kamera, bocsánat. Igen, pöttyök, meg hát igen, egyébként én is abban vagyok ma, egy kicsit ilyen retro stílusban készültünk el. Most az a... Vegyem le? Igen, az a hajrá szerintem annyira nem, de... Olyan gonosz vagy, vicc, ha belekiportál a lelkembe. De azért nincs tükör, és nem láttad. Jézus, nem gond. Köszönöm szépen. Na jó. Szóval milyen apropóul vagytok még itt, mert hogy lesz egy rendezvény? Igen, lesz egy hatalmas retro farsang a belvárosban, február 27-én, ami egy retro divat bemutatóval fog nyitni. Uh-huh. És ennek apropójából vagyunk itt, a ruhákon látható minták, és minden ruhadarab is ott lesz a bemutatón. Ezen kívül még lesz 10 tervező rajtunk kívül, fiatal hazai tervezők, akik a retro stílus jegyeivel terveztek egy-egy kollekciót, és ezek is bemutatásra kerülnek. Azt mondod, hogy a retro stílus jegyeivel, de akkor ezek szerint azért ezek mai ruhadarabok? Természetesen, igen. Tehát ez bele van ültetve a mai divat világába a stílus jegyeibe, de retro ikletésű darabokról van szó. Lesz divat bemutató, de azt mondtad, hogy ez egy farsang, és az odaérkezők is jó, hogyha retro stílusban vannak öltözve? Így van, jelmezben, tehát retro ruhákban várjuk a vendégeket, és lesz egy hatalmas jelmezverseny is, nagy díjakkal. A zene is retro lesz? Zene is retro, lesz egy retro koncert. Mi az, ami újításnak számít a tervezésben, mert hogy azt mondod, hogy használjátok a retro jegyeket, de azért mégis mai ruhadarabokról van szó. Mindenek előtt megemlíteném, hogy túlnyomor, ezt inkább ez anyagában érthető, még a retróra ezek a műszálas, kicsit kellemetlen viseletek igen, jellemzők. Beleizzadt az ember. Így van, manapság már egy kicsit természetbarátabb alapanyagokat használunk, viszont maguk a stílusjelek, azok megtalálhatók rajta, a pöttyök, a színek, a kontrasztok. Ezekben a ruhákban tudtok esetleg olyat mutatni, ami most ilyen újszerű, de ettől függetlenül azért mégis mindegyik az, de hogy valami olyan jegyet esetleg nem tudom. Mondjuk ezt a megyes ruhát, vagy megy mintájú ruhát, hogyha egy picit így el tudnád mondani. A megyes ruha Ágoston Stefániának az alkotás, most nem tud velünk lenni, és az egyik tervező a 12 közül, akik bemutatják a darabjaikat. Igazából ez egy rockabilly stílusban készült darab, ami Elvis Presleyhez és a rock and rollhoz fűződik, tehát egy ilyen táncos darabról van szó, de természetesen van benne egy újítás, ami hát ezen leginkább azt emelném ki, ezt a széles, ilyen fűzőszerű. Igen, ez elég előnyös azért. Így van, tehát jellemző volt ebben a korban nagyon, nagyon nőies vonal, tehát a derék hangsúlyozása, tehát ez a nőiességnek a jegyeinek a kiemelése, viszont ugye a fűzőtök alul hordták. Ezen viszont fölül látható egy fűzőt imitáló betét. Akkor a mellette lévő ruha, ami egy kicsit ilyen matróz jellegű, az engem leginkább egy otthonkára emlékeztet így szabásában. De a háta nézünk még az mondjuk az szexi, ez kétségtelen. Igen. Igen. Őszintén, ők egy párban vannak, rockabilly stílusú darab, viszont ugye a matróz motívum az úgy lett hozzá passzítva ehhez a témakörhöz, tehát ez ennyivel több, mint ami így alapjában. A mai világban, a mai időkben egy ilyen hölgy ebben a ruhában kijön az utcára. Azért egy férfi azt mondja, hogy kicsit őrült nő, de azért helyén kezelő, hogy retro stílusban van, de ezek ha minden nap így öltözze, valamelyiket esetleg, de azért ez idő és alkalom kell.
természetesen. Mit gondoltok erről, hogy mennyire lehet egy bizonyos típusú nőnek így van egy hétköznap ezt felvenni? Mondjuk ezt az iménti két darabot, ez inkább alkalomszerű. De a feketék, tehát akár a kis fekete koktélruha, az manapság is akár hordható, ha az ember nem a nagy pöttyös masnit teszi, hanem egy-egy kedves kis kiegészítővel ma is kitűnő parti ruhadarab lehet. Hát hülyét ne csináljunk meg. Igen, magunkból. Igen, de azért ezek stílusos ruhadarabok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok február 27-én Retro Farsang, tehát.